Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. Ebben a videóban az erjesztett ételek előnyeiről és fogyasztásáról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az egészségünk megtartásához az erjesztett ételek kétségkívül a legfontosabbak, fontosabbak talán a vitaminoknál, a nyomelemeknél és az antioxidánsoknál is. Napi szintű bevitelükkel, fogyasztásukkal jelentős mértékben hozzájárulhatunk egészségi állapotunk javulásához. A savanyú káposzta, a kovászos uborka, a joghurt, a kefir, az aludtej, a sajtok, ezek a leggyakoribbak itthon, aztán ott van a kombucsa, az almecet is egy erjesztett ital, de ott vannak az ázsiai ételek, mint a kimchi, a mizó, a natto és a tempe. A kovász, amivel a kovászos kenyér készül, egy erjesztett tészta, ezért a kovászos kenyeret is bizonyos mértékig egy erjesztett ételnek tekinthetünk. Az erjesztett ételek egyik leghasznosabb összetevője a tejsav, amit az emberi szervezet is termel. A tejsavat baktériumok állítják elő az erjesztett ételekben, 7 nagyobb baktérium törzs vesz benne részt, melyek közül a legismertebbek a laktobacilluszok. Ezek vannak ugye a legnagyobb arányban jelen a bélflóra támogató étrend kiegészítőkben is. A tejsav először is semlegesíti a káros, toxikus organizmusokat a bélrendszerben, tehát a nem kívánatos baktériumokat. Ennek egyik fontos következménye az immunerő növekedés, tehát az erjesztett ételekkel először is hatékonyan erősíthetjük az immunrendszerünket. Másodszor javít az emésztésünk hatásfokán, azaz ha van belőle elegendő, az elfogyasztott ételekből több fehérje, azaz több aminosav, több vitamin, ásványanyag, nyomelem tud hasznosulni. Ma már az is kijelenthető, hogyha erjesztett ételek nélkül fogyasztjuk el az ételeket, más szóval nem eszünk a főétel mellé savanyú káposztát, kovjubit, joghurtot, kefirt, sajtot, stb. Abból az ételből, amit megeszünk, kevesebb hasznos anyag épül be a szervezetünkbe. Az erjesztett ételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a vékony és a vastag bélben ideális legyen a pH érték. Ugye a vékony bél inkább lúgos kell legyen, míg a vastag bél inkább savas. Ez a hatás kulcsfontosságú a teljes bélrendszerünk ideális és hatékony működéséhez, a hasznos baktériumok szaporodásához, a rostok megfelelő lebontásához és a kiegyensúlyozott emésztéshez. A tejsav támogatja a különböző nyálkahártyák egészségét is mindenhol a szervezetünkben. Ugye a belek belső felületét nyálkahártya borítja, de nem csak a belekre van jó hatással a tejsav, hanem az orrban, a tüdőben, a szájban lévő nyálkahártyákra is. Például, ha gyakran van kiszáradva az orrunk, sok a váladék az orrban, afták vannak a szájban, ki van száradva a bőrünk, gondoljunk az erjesztett ételek bevitelére is. Az erjesztett ételek napi szintű fogyasztásával felturbózhatjuk a bélflóránkat, jó formában tarthatjuk a belegben lévő baktériumokat, amelyek K-vitamint és B-vitaminokat állítanak elő. Azaz az erjesztett ételek segítségével a saját testünk által előállított vitaminok mennyiségét is növelhetjük. Nagyon sok idegekkel, idegrendszerrel, agyműködéssel, depresszió, szorongás, stb. Összefüggő probléma hátterében az áll, hogy egyfelől le van romolva a bélflóra, így nem termelődik elegendő B-vitamin, B-vitamin hiány van, illetve a rossz bélflóra állapot miatt az ételekből kevés aminosav hasznosul, az aminosavak pedig elengedhetetlenek a neurotranszmitterek előállításához, amelyek az idegek közötti kommunikációért felelnek. Tehát az erjesztett ételek rendszeres fogyasztásával javítani tudunk az agyunk és az idegrendszerünk állapotán is. A török nyelven egyébként a kefir szó azt jelenti, hogy jó érzés. Más szóval jó érzést ad a testnek, az agynak. Az erjesztett ételek bevitele hasznos szinte mindegyik bélrendszeri problémánál, egy Crohn-betegség, kolitis, divertikulitis, IBS, áteresztő bélszindróma, puffadás, hasmenés, illetve glutén és laktózintolerancia esetén is. Ajánlott sok erjesztett ételt fogyasztani antibiotikum kúra után is, illetve azt is vegyük figyelembe, hogy a tömegtermelésből érkező húsok és tojás is nagy eséllyel tele van antibiotikummal, mert az állatokban is ugye nyomják őket. Célszerű az erjesztett ételeket, italokat változatosan fogyasztani, tehát ne csak egyfajtát tegyünk folyamatosan. A savanyú káposzta például azon túl, hogy hasznos baktériumokat tartalmaz, rostokat is tartalmaz, amelyek a belegben lévő baktériumokat egyben etetik is, illetve rengeteg C-vitamin is van benne.
kefir, a joghurt, az aludtai előnye a könnyű emésztés és a gyors, egyszerű fogyaszthatóság, akár ugye önmagában is. Válasszuk inkább a kovászos kenyeret, sokkal könnyebb, hatékonyabb az emésztése, mint ugye az élesztővel készült kenyereknek. A sajtok közül elsősorban a nyers tejből készült sajtok vannak tele hasznos mikroorganizmusokkal, ezek ugye azok a sajtok, amelyeknek igen intenzív illata van. Az almácetet pedig étkezések előtt fogyasszuk, egy-két únyi almácetet a pohárban, öntsünk fel 2-3 deciliter vízzel, és ígyuk meg. Nagy segítség a gyomor savasításához, a gyomorsav erősítéséhez is. A legtöbb erjesztett ételt akár otthon is elő tudjuk állítani, fillérekből, rengeteg joghurt, kefir, aludtej, kovjúb és savanyú káposzta, kovászos kenyér készítési recept található az interneten is. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha szeretnéd, hogy más is meg tudjon többet az erjesztett ételekről, kedveld, lájkold a videót és oszd meg másokkal is. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.